mondom a ritmus. 9-et, 10-et, 11-et, 12-et, 13-et, 14-et, 15-et, 16-et. A szívmasszázs mutatja be az egyik bonyhádi mentős a helyi sportcsarnok termében. A bonyhádi és szexádi tanárok közösen vettek részt az elsősegély oktató és felfrissítő előadáson. Az újraélesztés elsajátítása mellett azt is megtudták a résztvevők, hogy mit kell mondani mentőhívás esetén, vagy hogyan kell használni a külső automata defibrillátort. Alapvető az életmentés pontos lépéseinek elsajátítása, fejtette ki egy helyi tanár, aki szerint a kollégák biztos tudás nélkül nem mernek cselekedni. Nagyon nagy szükségét látom, bár a tanárok körébe igazándiból csak olyan eseteket tapasztaltam, hogy valaki rosszul lett, elájult. Szapora szívverést azt tapasztaltunk. Hát néhány bátrabb ember az megpróbálja megtenni, ami kell, vagy esetleg az ájulás, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert nem merik a kollégák csinálni azokat a dolgokat, amire szükség lenne, mert nincs tudás mögötte, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy mindenki megtapasztalja, és hogy gyakorlatias ez az egész, és így sokat segít mindenkinek, úgy gondolom. A szakmaiságot bonyhádi mentősök és védőnők mutatták be a felnőtt képzésen. A bemutatás után csoportokba rendeződve gyakorolták az újraélesztést, szimulálták a mentőhívást és kipróbálták a külső automata defibrillátort. Újítások vannak az elsősegély terén is. A naprakész ismeretek birtokában életeket menthetnek a tanárok. Erről beszélt az egyik helyi védőnő. Sokkal jobban megmarad, ugye, hogyha gyakoroljuk, és nagyon fontos, hogy az új dolgokat is, mert régen ők már a főiskolán, egyetemen tanulták az újraélesztést, csak nagyon sok minden változott. Aztán van lehetőség arra, hogy az eszméletlen betegnek a stabil oldalfekvését is gyakoroljuk, szintén a legújabb verziót, mert ez is minden évben változik, vagy hát nagyon sűrűn, de a lényeg az elsősegélynyújtás alapja, hogy csináljunk valamit, és minél gyorsabban, mert az idő élet. Az elsősegély oktatást nem lehet túl korán elkezdeni. Az iskolákba kötelezővé kellene tenni, mondta a védőnő. Ha mindent begyakorlunk és rendszeresen csináljuk, akkor a stressz helyzetbe kerülünk, vagy akut helyzetbe, akkor azonnal tudnak a pedagógus kolléganők segíteni. Ugye a gyerekeink náluk nőnek fel, és nagyobb biztonságban érezzük őket, hogyha ez az oktatás, ez egyébként minden felnőtt embernek. Én úgy gondolom, hogy az oktatás során, tehát az általános iskolában már az alapdolgokat a gyerekeknek is meg kellene tanítani, hogy hogy kell mentőt hívni, mikor hívunk mentőt, milyen feladatunk van, hogy tudunk segítséget kérni, ez rendkívül fontos. A résztvevő tanárok kérdéseikkel is megkeresték a szakembereket. A legtöbb kérdés az újításokhoz kapcsolódott. Régebben ugye az volt az első, hogy először befúvunk, és utána végezzük a mellkas kompressziót. Most ugye a laikusnak már igazából nem is fontos befúvni, hanem nagyon fontos, ugye a vérünkben van még oxigén, hanem azt, hogy keringesztessük addig, amíg a szakemberek ki nem élnek. Nagyon fontos, nagyon sok gyerek elájul, kevés, nem reggeliznek, úgy mennek iskolába, tehát az ájulás a leggyakoribb dolog. Szintén az is nagyon fontos, hogy nem cipeljük, hanem lefektetjük is a lábát magasabbra, hogy az összes vér ugye az agyban kerüljön. Aztán orvérzés, gyerekek nagyon sokat vérzik az orruk, ugye nem régebben hajtsuk hátra, ne folyjon le, most az a lényeg, hogy előre hajtsuk, esetleg hideg vize zsebkendővel borogassuk az orrgyököt és a tarkot. Tavaly egy tanár mentette meg diákja életét Bonyhádon. Emiatt tartja fontosnak a pedagógusok oktatását Köllő Roland, a bonyhádi sportcsarnok vezetője. Kicsit önző voltam ilyen szempontból, hiszen a saját gyermekeim is a bonyhádi általános iskolába járnak, és én is szeretném, hogyha olyan emberek vennék, olyan pedagógusok vennék őket körül, akik tudnak segíteni akkor, hogyha baj van. Nyilván nem szeretnénk az ördögöt a falra festeni, hogy legyen baj, de hogyha megtörténik a baj, akkor igenis tudjanak segíteni. És nem arról van szó, hogy nekik bármilyen nagy beavatkozásra lenne szükségük, hanem arról, hogyha a mentő, illetve a szakemberek kiérkezéséig hasznos és fontos dolgokat tudjanak csinálni. Magyarországon évente 20-25 ezer ember veszti életét hirtelen szívmegállás következtében. Azonban az időben elkezdett újraélesztéssel többségük megmenthető lenne.